Nagyban ebből a szempontból rendkívül érdekes község, hiszen itt két középiskola is van, egy református gimnázium, amely kiválóan működik, illetve a szintén nagyszerű nagyberegei középiskola, mert látjuk azt, hogy itt komoly rend van, sportpályák vannak, és ami jellemző ezt az iskolát, hogy igen, jelentős sporteredményeket érnek el, különleges ilyen bicikli, akrobatika területén világhírű a csapatuk, most és Franciaországba fognak menni tanulni, és a másik pedig az, hogy ez párhuzamosan ukrán osztályok is vannak, ahol a környező településekről érkeznek ukrán tannyelvűek. Nekem a legutóbbi törvények fényében meggyőződésem az, hogy nem lehet elvenni az emberektől azt a jogot, hogy olyan nyelven tanítassák a gyermekeiket, amilyen akarják, és hogy a tudást megszerezni igazán jó, csak anyanyelven lehet, magyarok tanuljanak magyar iskolába, ukránok ukrán iskolába, viszont senkinek szabad megtiltani azt, hogy milyen nyelven tanulhasson, és hát örülök annak, hogy itt lehettem ezen rendezvényen, látni ezt a sok szép fiatalt, aki elindul az élet útján, és reméljük tudom azt, hogy ezek az intézkedések módosításra kerülnek, és a magyar oktatás Kárpátalján jövőben is szabadon tud majd fejlődni.